csúcsot döntött a hitelfelvételek száma. Összesen 1301 milliárd forint értékben vettek fel lakáshitelt és személyi kölcsönt a lakossági ügyfelek tavaly. Magyar ápolók napja. Az elmúlt években béremeléssel, a lakhatási körülmények javításával, valamint az igénybe vehető ösztöndíjak szélesítésével segítette a kormány az ápolókat. Nem veszélyeztetett kiskorúakat, helyben hagyta az elsőfokú ítéletet a nyíregyházi törvényszék egy középiskolai tanár ügyében. Összesen 1301 milliárd forint értékben vettek fel lakáshitelt és személyi kölcsönt a lakossági ügyfelek a bankoktól tavaly, derül ki az MNB adataiból. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az egy évvel korábbi adatokhoz képest ez 36%-os növekedést jelent, valamint a 2018-as az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. A szakértők szerint a nettó keresetek emelkedése és a jelenlegi alacsony kamatok miatt idén is folytatódhat a növekedés. A reálbérek emelkedése, a megemelkedett ingatlanárak és a nagyon kedvező kamatkonstrukció következménye a 2018-as rekordszámú hitelfelvétel, mondta a televíziónknak Trencsán Erika, a bankráció.hu szakértője. Mindezek mellett a bankok hitelnyújtási hajlandósága is magas, ami tovább növelte a felvett hitelek számát. Ez az 1300 milliárd forintnyi hitelszerződés, ugye két részből tevődik össze. Ezeknek a nagy része, nagyon nagy része, több mint 850 milliárd forint az lakáshitel típusú hitel volt, illetve szintén nagyon magas összegben, 450 milliárd forint összegben pedig személyi kölcsön volt a szerződések mögött. Úgyhogy mind a két típusú hitel nagyon dinamikus növekedést mutatott az előző évhez képest. Itt összességében több mint 30%-os volt a bővülés, és ebből csak a személyi kölcsönöknél pedig 46%-os volt ez a növekedés. Lényeges, hogy nagyon körültekintően járjanak el a hitelfelvevők, mielőtt döntést hoznak arról, hogy melyik bank melyik ajánlatát választják, hívta fel a figyelmet a szakértő. Az új hiteleknél a biztonságos, kiszámítható, fix kamatozású lakáshitelek kapják a főszerepet. Az új személyi kölcsönök közel 80%-a, a lakáshitelek 84%-a garantál legalább egy évig fix törlesztő részletet. Mindenképpen azt javaslom, hogy azon túl, hogy a saját bankjuknak az ajánlatát megnézik, hasonlítsák össze több banknak az ajánlatát is, hiszen azért valóban nagyon kedvezőek jelenleg most a hitelkamatok, de még mindig jelentős különbségek vannak mind a kamatok, mind a törlesztő részletek között. Ha pedig a teljes visszafizetendő összeget nézzük, akkor pedig akár milliós nagyságrendű lehet még mindig a különbség az egyes hitelajánlatok között a teljes visszafizetendőt tekintve. Nézzék meg azt, hogy mennyi időre fixálja a bank a törlesztő részletet, és javaslom azt, hogy lehetőleg minél hosszabb időre fixálják be a törlesztésüket, tehát hosszú kamatperiódusú ajánlatokat részesítsenek előnybe. Ez azért is fontos, mert minél rövidebb időszakra fixálja a bank a törlesztést, annál nagyobb kockázatnak van kitéve az adós. A rövid kamatperiódust választók lesznek az elsők, akik egy esetleges kamatemelkedés során törlesztő részletemelkedést tapasztalhatnak, mondta el a szakértő. Hozzátette, a hitelfelvételi kedv kapcsán az emelkedés várhatóan tovább folytatódik, de a mértéke enyhülni fog. Az elmúlt években béremeléssel, a lakhatási körülmények javításával, valamint az igénybe vehető ösztöndíjak szélesítésével segítette a kormány az ápolókat. Az ápolók mellett az egészségügyi szakdolgozók, a védőnők és a nem egészségügyi felsőfokú végzettségű dolgozók béremelése is folytatódik. A Magyar Ápolók napján Nyíregyházán kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő munkát végző szakembereknek. Az ápolókat ünnepelték a megyeházán. Az országgyűlés 2014-ben döntött arról, hogy február 19-én Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóján ünneplik a Magyar Ápolók napját. Kossuth Lajos húga a tábori kórházak főápolónője volt, aki már az 1848-as harcokban megszervezte a hadisebesültek ellátását. A keddi ünnepségen elhangzott, az ápolók nélkül elképzelhetetlen lenne a gyógyítás, valamint az orvosok munkája is. Nagyon meg kell becsülni a ő munkájukat. Egy sok évtizeden keresztül alábecsült
főképpen nem megfizetett szakmáról volt szó. Most örömmel halljuk azokat a híreket, hogy egyfajta bérfelzárkózás elkezdődött az ápolói hivatás megbecsülése terén is. Persze ez a hivatás nem elsősorban pénzkérdés, hanem valóban hivatás, a szó legnemesebb értelmében, és évente egyszer rájuk figyelünk, az ő munkájukat becsüljük meg, és hát örömmel tesszük ezt a megyeházán és a megye közönsége nevében, a megyei közvélemény nevében fejezzük ki köszönetünket az ő munkájukért. Idén is 25 ápoló kapott kitüntetést és jutalmat az Ápolók napján szervezett ünnepségem. Ezeket az elismeréseket 2014 óta azok a kórházi dolgozók kapják, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a munkájukban. A kormány az utóbbi években béremeléssel, a lakhatási körülmények javításával, valamint az igénybe vehető ösztöndíjak szélesítésével segítette az ápolók elhelyezkedését és pályán maradását. Nagyon sok a pálya elhagyó, nagyon sok a fiatalok, akik külföldet választják, de azért van egy, szerintem egy nagyon biztos kis mag, aki dolgozik, és dolgos méheskeként végzi a feladatát, és helyt áll a mindennapokban. És kevesen vagyunk, de tehát én úgy ítélem meg, hogy azért tudjuk ellátni a feladatunkat, és az ellátás nem csorbul, és nincs ebből probléma. A rendezvényen elhangzott, jelenleg 3218 szakápolót foglalkoztat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. A kormány programja mellett a megyei kórházakban többek között ösztöndíjjal és nővérszálló építésével segítik az ápolók boldogulását. A kormányzat is úgy szintén azt a programot, amit 2016-ban elindított, tehát az ápolók bérfelzárkóztatási programot fogja folytatni. Hisz tegnap miniszter úr be is jelentette, hogy ugye Mihalica ösztöndi, tehát ápolói ösztöndi képzést indítanak el, nővérszálló építésekbe kezdenek. Ebből örömmel elmondhatom, hogy Nyíregyházi megyei kórház is egy új épületet fog építeni, tehát megvan hozzá a forrás. Most zajlanak a különböző közbeszerzési eljárások. Remélem, hogy rövidesen egy alapkőletételt meg tudunk csinálni. És hát nem beszélve arról, hogy az a 72%-os béremelési program, ami 22-ig meg fog valósulni, azt gondolom, hogy az ápolóknak az elismertségét jelenti. A Dorján Gusztáv hozzátette, a megyében az ápolók számára versenyképes szakképesítéseket, valamint folyamatosan javuló munkakörülményeket biztosítanak, ami szintén a pályán maradásukat segíti. Tovább romlott a levegő minősége Nyíregyházán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a szállópor légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke egymást követő két napon meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket, a harmadik napon pedig a riasztási küszöbérték fölötti átlagot mértek a szénatéri mérőállomáson. Az egészségtelen levegő a keringési, légzőszervi betegségben szenvedő, főleg időskorúaknál okozhat panaszokat. Az ANTS azt javasolja, hogy gyermekek, idősek, asztmában és egyéb légzőszervi, illetve keringési betegségben szenvedők kerüljék a szabadban tartózkodást, valamint az aktív testmozgást. A legfrissebb meteorológiai előrejelzés szerint február 20-án szerdán egy hidegfront érkezik térségünkbe, ez javulást okoz majd a levegő minőségben. Helyben hagyta az elsőfokú ítéletet a nyíregyházi törvényszék annak a középiskolai tanárnak az ügyében, akit kiskorúak veszélyeztetésével vádoltak. A vádirat szerint a diákokat nyakon vágta, vagy kokit osztogatott a fejükre, ha nem volt kész a házi feladatuk. Azonban sem a sértett diákok, sem szüleik nem kérték a vádlott büntetését, így annak cselekedete büntetlen maradt. E. Gábor nyíregyházi középiskolai tanár ügyében ülésezett a nyíregyházi törvényszék. A vádirat szerint 2014-től 2016-ig több alkalommal előfordult, hogy a diákokat nyakon vágta, vagy kokit osztogatott a fejükre, ha nem volt kész a házi feladatuk, vagy nem figyeltek az órán. A tanár által elkövetett bántalmazásról korábban felvétel is készült. A nyíregyházi járásbíróság 2018. szeptember 5-én felmentette a vádlottat az ellene emelt vád alól. Az ügyészi álláspont szerint tehát a vádott cselekményével a kiskorú veszélyeztetésén büntette valamennyi törvényi tényállás jelenik megvalósította. A büntetés kiszabása során irányadó középmérték egyébként 4-3-ban szabadságvesztésnek felel meg, ugye 5-ben kiskorú veszélyeztetésre beszélünk.
A VIA 66. szakasz első bekezdése alapján ezért indítványozom az elsőfokú bírósági ítéletének a megváltoztatását, a vádolt bűnösségének ötre emberi, kiskorú veszélyeztetése büntetében való megállapítását, BTK 208. szakasz első bekezdés, a BTK 36. szakasz, 37. szakasz második bekezdés alkotja alapján vele szemben börtön végrehajtási fokozatú szabadságvesztés kiszabását. Az ügyvéd elismerte, hogy nem helyesen, de alkalmazta a vádlott az ellene felhozott vádakat. Azonban ennek sem a diákok, sem a szüleik nem tulajdonítottak jelentőséget. Az ügyvéd másra is felhívta a törvényszék figyelmét. Én fontosnak tartanám azt megjegyezni, hogy ha az eljárás egészen a nyomozati szaktól kezdve végigvezetjük, akkor nyomozati szakaszban a vádlott kiskorú veszélyeztetésének büntettével lett meggyanúsítva. Majd ezt követően, mikor vádirat benyújtására került sor, a vádiratban már közadott ellátó személy elleni eljárásban elkövetett bántalmazás büntetében kívánták a vádlottat bíróság által bűnösnek kimondani, mert úgy gondolták, hogy ebben a bűncselekményben megalapozott a felelőssége. A vádlott az utolsó szójogán meghatódva mondta, hogy hivatásának érzi a pedagógusi pályát. A perbeszédeket követően 20 perc tanácskozás után a nyíregyházi törvényszék másodfokú ítéletet hirdetett. 2018. szeptember 5 napján meghozott 18B/1219/2017/18. Számú ítéletét helyben hagyja. Az ítélet jogerős, fellebbezésnek helye nincs. A digitális világ fiatalokra gyakorolt hatása került középpontba a városi fejlesztő műhelyben, ahol pedagógusok és kiskorú gyermekekkel foglalkozó szakemberek találkoztak. Az esemény fő célja, hogy elinduljon egy párbeszéd szülők és tanárok között, hiszen egy napjainkat érintő problémáról van szó, és nincs előttünk minta, amit követve segíthetünk vagy segítséget kérhetünk. A Városi Fejlesztő Műhelyt a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat tagintézménye indította körülbelül 10 évvel ezelőtt, és az utóbbi 3 évben szélesítették ki ennek a bázisát, így a szülők, az óvodák és az iskolák számára is nyitott. A keddi találkozót is ennek jegyében szervezték. Mind a mozgás, mind a beszédfejlesztés témájában, ugye a korai fejlesztés is hozzánk tartozik most már, tapasztaljuk, hogy keveset mozognak, keveset beszélnek a gyerekek, tisztelet a kivételnek, és nagyon sokszor nem rossz szándék van emögött, hogy így alakulnak ezek a folyamatok, de a digitális világ olyan hamar betör a gyerekek életébe, hogy az életkorilag nem megfelelő számukra, és háttérbe tol olyan fontos tevékenységeket, ami mind a mozgás, mind a beszédet segíteni. A 3 éves kötelező óvodai logopédiai szűrések során azt tapasztalják a szakemberek, hogy a gyerekek szókincsében és a nyelvfejlődésében már látszanak az elmaradások. A digitalizáció felgyorsult ütemben zajlik körülöttünk. Az új generáció már ebbe születik, ezek az eszközök a mindennapjuk részévé válnak kisgyermekkortól. Megfigyeltük a kollégákkal, hogy az érzelem kifejezés és az érzelem felismerés az komoly nehézségbe ütközik az utóbbi időben, és ebből fakadóan az empátiára való készség is hát gyengében működik, mint korábban. Illetve a társas kapcsolatoknak az elindítása és fenntartása is nehézségekbe ütközik. Komoly következmény lehet a technológiai stressz kialakulásának, ami olyan fizikai tünetekhez vezet, mint az alvászavar, a memória problémák, a fejfájás, vagy akár a magas vérnyomás. A szülők és a pedagógusok felelőssége is, hogy megmutassák a gyerekeknek és ösztönözzék őket arra, hogy nem csak a digitális eszközök és a digitális világ lehet számukra a kikapcsolódás forrása. Megvédte címét a Fátum Nyíregyháza, miután a női röplabda magyar kupa Érden megrendezett döntőjében 3-0-ra legyőzte a Békés Csaba csapatát. A 8. nyíregyházi kupa győzelmet megszerző klubjátékosait és a szakmai stáb tagjait kedden köszöntötték a Városházán.
Egy címet mindig nehezebb megvédeni, mint megszerezni. Hangzott el a 2018 után 2019-ben is kupagyőztes Fátum Nyíregyháza tiszteletére rendezett városházi ünnepségen. Hollósi László együttese a bajnokságban már négyszer jobbnak bizonyult a Békés Csabánál, amelyet az Érdi Kupa döntőben is felülmúlt. Az újdonsült CEF Kupa elődöntős csabaiaknak 21-22, illetve 23 pontot engedélyezett szettenként a Nyíregyháza, amely így 3-0-ás sikerrel gyűjtötte be 8. kupa győzelmét. Nagyon nehéz elhinni, és főleg az, hogy 3-0-ra tudtunk nyerni, mert tényleg ezt sokszor kiemelem, nem lehet így kívülről esetleg annyira látni, vagy aki nem annyira mozog benne a sportágunkba, hogy ez a Békés Csaba azért egy bomba erő. És nem véletlen, hogy a CEF Kupa 4-es döntőt játszanak, tehát nemzetközi szinten egy magasan jegyzett csapat. A kupadöntő legjobb nyíregyházi játékosának megválasztott Tóth Fruzsina szerint jól tudták kezelni azt a nyomást, amely a 4 győztes bajnoki miatt nehezedett a csapatra. Én egyáltalán nem éreztem feszültséget egész mérkőzésen. Nyilván voltak hullámvölgyeink, de abból sikerült mindig jó időben kilábalnunk. A megyeszékhely polgármestere Kovács Ferenc a nyíregyházi győzelem mellett a Magyar Röplabda Szövetség elnökeként a színvonalas döntőnek is örülhetett az Érd arénában. Ez azért bebizonyította, hogy a fejlődés töretlen a magyar röplabdában. Legalábbis férfiágon még nem annyira, de már ott is vannak kellek, nőiágon egyértelmű. Visszagondolunk arra, hogy tavaly mekkora kupadöntőt játszott a Nyíregyháza Békés Csaba, és ugye Nyíregyháza nyert, az egy óriási nagy meglepetés volt. Most már azt hiszem nem volt olyan nagy meglepetés, bár még mindig a Békés Csabát gondolták esélyesebbnek. Hósa Árpád csapatvezetője elmondta, hogy a kupagyőzelem egy évek óta tartó építkezés eredménye. A Fátum Nyíregyházával most nem csak magyar, hanem európai szinten is számolni kell és számolni lehet. De csak úgy lehetett elérni, hogy egy nagyon koncentrált munka folyt az elmúlt bő 5 évben, és lépésről lépésre jutottunk el. Ugye itt messze nem arról van szó, hogy itt összevásároltunk egy csapatot és nyertünk. Tehát a Békés Csabánál egy 5-szörös német bajnok, montenegrói és bosnyák válogatott csapatkapitányok szerepeltek, jóval magasabban rangsorolt játékosok, mint nálunk. Ugye nálunk egy 19 éves Tóth Fruzsi nemrégen még a Vasvári iskolába tanult, 19 éves Vargeliza, 22 éves Brisbane, abszolút kiforratlan, itt röplabdázni igazán megtanul játékosok, verték most meg a nagyon nagy nevű játékosokból álló Békés Csabát, ez másképp nem fordulhat elő, csak úgy, hogy nagyon magas szakmai munka zajlik a csapat mellett. A kupagyőzelem után már a bajnokságra koncentrál a csapat. Az Extraliga alapszakaszából 4 forduló van hátra, a jelenleg második nyíregyháziak az Újpest, a Haladás, a Vasasóbuda és a Jászberény ellen lépnek még pályára. Megszerezte idei első bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az Amatőr Nemzeti Bajnokság piros csoportjának 16. fordulójában lejátszott mérkőzésen 67-59-re verte a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia csapatát. Az NKS vasárnap a pécsi Pink Ese együttesét fogadja. Közvetlen riválist fogadott a Farkasinszky Orsolyát még mindig nélkülöző NKS, amely győzelmi reményekkel lépett pályára a fehérváriak ellen. Az első negyedet 1 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 percben pedig újabb 3 pontot tett hozzá előnyéhez a kosársuli. A folytatásban nőni kezdett a különbség, azonban 9 pontos hazai vezetés után zárkózni kezdett a Kosárlabda Akadémia, és 49-49-nél már egyenlő volt az állás. A hazaiak azonban újítani tudtak, ismét elléptek ellenfelüktől, és végül 8 ponttal megnyerték a találkozót Farkasinszky Gyuláné tanítványai. Készültünk erre a mérkőzésre, főleg azért, mert ugye a következő nap junior mérkőzés is volt, tehát a kettőt úgy próbáltuk meg összekapcsolni, hogy hasonló stílusban játszik a Székesfehérvár, mint amilyen a Török Forrós is játszott, ezért ugye jó dolgunk volt, mert ugye csak erre kellett készülni. Jó formát fogtak ki az idősebb játékosaink, tehát itt ugye a Vivien és az Anna azok most kimondottan jól szálltak be a mérkőzésben, és ehhez ugye sikerült a juniorok közül is 3-4 embernek olyan jó teljesítményt nyújtania, ami mindenféleképpen eredménye az, hogy megnyertük ezt a mérkőzést. A nyíregyháziak a hétvégén ismét a Szent Imre gimnázium csarnokában lépnek pályára, Pál Vivienék a pécsi Pink Ese csapatát fogadják. Mindenféleképpen jó jönne hazai pályán ez a győzelem, de azt is tudni kell, hogy ezen a héten még másik 2 junior mérkőzés is le kell játszanunk, mert voltak annyira ügyesek a juniorok, hogy Fönt-Pesten csak 4 ponttal kaptak ki a Török Forristól. Ez azt jelentette, hogy az összesítésben mi jutottunk tovább, tehát van lehetőségünk a Kecskemét ellen akár a 8-ba jutást is
megcélozni, de ugye ez azt jelenti, hogy a jövő héten két junior meccset kell játszani, ehhez hozzá kell tenni még ezt az amatőr NB1-et, ami ugye azt jelenti, hogy nem kevés teher hárul most ezekre a játékosokra. Én itt per pillanat abba bízok, hogy itt az a négy idősebbünk, aki van, az szintén oroszlán részt tud majd vállalni a vasárnapi mérkőzésből, és akkor esetleg ugye úgy forgatva a juniorokat, ugyanúgy sikerül megoldanunk azt, hogy sikerült a Székesfehér elleni győzelmet is megoldani. A tabella élén a TFS jár 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 14 egyes mutatóval rendelkező csata DS-ét. A nyíregyházi kosársuli 4 győzelemmel és 10 vereséggel a 10. helyen várja közvetlenül mögött álló Pinkese vasárnapi vendégjátékát. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Összesen 1301 milliárd forint értékben igényeltek lakáshitelt és személyi kölcsönt a lakossági ügyfelek a bankoktól tavaly, derül ki az MNB adataiból. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest ez 36%-os növekedést jelent, valamint a 2018-as az elmúlt 10 év legmagasabb értéke. A szakértők szerint a nettó keresetek emelkedése és a jelenlegi alacsony kamatok miatt idén is folytatódhat a növekedés. Az elmúlt években béremeléssel, a lakhatási körülmények javításával, valamint az igénybe vehető ösztöndíjak szélesítésével segítette a kormány az ápolókat. Az ápolók mellett az egészségügyi szakdolgozók, a védőnők és a nem egészségügyi felsőfokú végzettségű dolgozók béremelése is folytatódik. A Magyar Ápolók napján Nyíregyházán kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő munkát végző szakembereknek. Helyben hagyta az elsőfokú ítéletet a nyíregyházi törvényszék annak a középiskolai tanárnak az ügyében, akit kiskorúak veszélyeztetésével vádoltak. A vádirat szerint a diákokat nyakon vágta vagy kokit osztogatott a fejükre, ha nem volt kész a házi feladatuk. Azonban sem a sértett diákok, sem szüleik nem kérték a vádlott büntetését, így annak cselekedete büntetlen maradt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, február 19-én kedden, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden még anticiklon alakítja hazánk időjárását, szerdán azonban gyenge, a Kárpát-medence fölött feloszló hidegfront érkezik. Túlnyomóan derült idő várható, majd az éjszaka második felétől változóan felhős lesz az ég. Éjszaka párással válik a levegő, köd is képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 fok körül alakul. Változóan felhős lesz az ég, általában több órás napsütés várható. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Egy-egy futózápor előfordulhat, az északnyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11-12 fok körül valószínű. Csütörtökön erősen megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több felé számítani lehet kisebb esőre. Pénteken napközben már csak néhol valószínű záporeső, késő délután egy-egy hózápor sem kizárt. Az északi szél sok helyütt viharossá fokozódhat, ezzel több fokkal hidegebb, de szárazabb levegő árasztja el a Kárpát-medencét. A hétvégén hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, csapadék nem várható, és fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A csípős éjszakákat az átlagosnál hűvösebb nappal követi. A jövő héten ismét melegszik kissé a levegő.